A városi ünnepség elején, ma délelőtt a körforgalomnál lévő emlékműnél Rigó Balázs, a rendezvény moderátora idézte fel a forradalom tatai eseményeit. Tatán 1956. október 26-áig nem történt jelentősebb esemény. Ezen a napon viszont Tóvároson a forradalmárok ledöntötték a szovjet emlékművet, és a tatai börtön rabjainak kiszabadítása után elfoglalták a városi rendőrkapitányságot. Terenc százados rendőrkapitány a laktanyába menekült, majd több felfegyverzett tisztel, köztük Korbel János századossal visszatért a helyszínre, hogy visszafoglalják a rendőrkapitányságot. Az épület udvarán lövöldözés történt, melynek következtében három polgári személy, Kaszás Tamás, Rónavölgyi Béla és Senkár János meghalt. Fasink Sándornak két helyen lőtték át a tüdejét. Ő szerencsére most is közöttünk van, Kis Bélával együtt, aki szintén a felkelők között volt. Mihly József polgármester a forradalom eszmeiségét idézte, és méltatta azokat a neves tataiakat, akik a nemzeti forradalmak részeseivé váltak. Most a 21. század első éveiben pedig mindkét szabadság küzdelmünk tanító példaként szolgál. Persze a magyar történelem több mint ezer esztendős megpróbáltatásaival és dicsőséges pillanataival együtt, hogy a szép, a tiszta, a rend összességében a szeretet ad és adhat teljes, emberhez méltó, szabad életet mindannyiunknak. Tisztelt ünneplő közösség! Nem fogja más helyettünk megvívni ma sem ezt a csatát. Nekünk magunknak kell jobbá válnunk, ha azt akarjuk, hogy a nemzet jobbá legyen. A szeretett cselekedetek összeadódnak, és együtt szorítják ki a ma is köztünk lévő szennyet, az idegen szívűséget, a lustaságot, a halogatást, az önzőséget, a butaságot, az érdektelenséget, a nem törődömséget, a közönyt. Nekünk tatán élőknek a Teremtő sok ajándékot adott, vizeinkben, erdeinkben, szépséges tájainkban. De talán legnagyobb ajándéka azok az elődeink, akik példát mutattak nem csak közvetlen családjuknak, hanem városunk közösségének is önzetlenségből, szívjóságból, tenniakarásból, szorgalomból, tiszta és őszinte gondolkodásból, önfeláldozásból. Egy szóval, igaz emberségből. Jó embereket kapott közösségünk minden időben bőséggel. Hála legyen nekik, akár 48-ban, akár 56-ban, akár azelőtt éltek, vagy most élnek itt közöttünk, és rendületlenül takarítják a még itt maradt mocskot, s teremtik a rendet. Isten éltesse őket!